Hello, mi sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Szeri vagyok, és ahogy láthatjátok, Armored Warfare-ezünk. Hát körülbelül egy hete töltöttem föl az utolsó videómat. Hát ennek az oka az volt, hogy valami elszállt a gépembe, amire még igazából még azóta se tudtam rájönni, úgyhogy addig ilyen zajos minőségben fogom felvenni a videókat sajnos. Azóta videókártyát, vagyis hogy hangkártyát is cseréltem, nem ez volt a baj, úgyhogy még megpróbálunk dolgozni a problémán. De addig is ebben a videóban akkor lesz egy kis tank bemutató, mégpedig a képen látható M551 Sheridanről lesz szó. Először nézzük meg, hogy hogyan lehet kifejleszteni ezt a tankot. Ugyebár PT-76-tal indítunk, utána megkapjuk az M41 Bulldogot, ami aztán tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon OP tank. Tier 2-es, talán egyszer kerültem, vagy kétszer Tier 3-ba. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó tank. Körülbelül azt tudnám elmondani róla, aki VOD-ból ismeri, hogyha a VOD-os Bulldoggal mondjuk folyamatosan Tier 7-ben vagy Tier 8-ban mennétek, nagyon-nagyon OP. Én ezzel a Bulldoggal fogom majd kihúzni a Chieftain MK5-öt is szerintem. Nagyon-nagyon jó tank. Nos, utána a következő a Scorpion, ugyanis a Bulldogból ki tudjátok húzni a Scorpion. Ő is egy hát nagyon jó kis harckocsi, nagyon jó lövegsüllyedése van, gyorsan tölt, igaz csak robbanó lőszere van, ezt meg kell szokni lövések közben is, de hát a Scorpionnal is nagyon jókat lehet menni, és utána itt van a Tier 4-es Sheridan. Tehát mit is érdemes tudni még a tankról? Hát ő ugye ezen a nagy kaliberű vékony páncélos vonalon van. Hát jobban nem is képviselhetné más ezt a vonalat, mint az a Sheridan, mert kap egy 152 mm-es löveget, aminek van 316 mm átütése, Tier 4-ben. Hát most, hogyha megnézzük az én jó kis Tier 5-ös MBT-met, annak 3 mm-rel több átütése van, szóval ez nagyon-nagyon OP-ság a lövege. 491-et sebzünk, bár ez már szerintem, igen, ennek a felszerelésnek köszönhető, ugyanis a sebzésemet is 3%-kal növeli. Van rajta nekem töltésgyorsító is, ha már itt tartunk. De menjünk szépen tovább. Van 1110 HP-nk, hát ezzel úgy el lehet lenni nagyjából. Mondjuk egy másik Sheridantől lesz két lövést jelent körülbelül. 70 km per órával megyünk, de ezt elég lassan éri el, tehát én azt javaslom, hogy először a motort fejlesztétek ki, mert alapból is hát nagyon-nagyon minimálisan gyengébb lövedékeket kapunk, szóval kezdjétek a motorral. 423-as látótávunk van, amivel el lehet lenni, lehet vele spotolni is. 8 fokos lövegsüllyedés, szóval nagyszerűen lehet vele dombok mögül harcolni. És nálam 11,99 század másodperc alatt tölt, de ez alapból 13,9, tehát a töltésgyorsítónak köszönhetően 0,2 másodperccel lejjebb lehetett csalni, és van egy 4,3-as szűkülési időnk, ami szerintem azért valamivel kevesebb, az igazából nincs ez ennyi. El lehet vele nagyon lenni. Ó, ezekkel most nem foglalkozunk. Ahogy láthatjátok, modulok terén gyakorlatilag kifullasztuk a tankot, nálam megvan minden. Hát szerintem el is mondtam, hogy miért is érdemes ezt a tankot kifejleszteni. Ja, páncél. Hát páncélja az nem nagyon van. Hát papíron ez a 40 mm, 25 mm, 39 mm, hát nem sok. Tehát, hogyha valaki ránk lő, az valószínűleg át is fog minket ütni. Nagyon-nagyon extrém szögből talán ez az első része, meg a torony páncél az, ami fel tud fogni dolgokat. Na és vágjunk is bele a csatákba. Hát random csatákat fogunk menni, tehát az is lehet, hogy meghalunk az első percben, úgyhogy megpróbálunk majd óvatosan játszani. Már igazából ezzel a tankkal nem azt kell csinálni, nem hátulról kell kempelgetni, mert nagyon nagy tűzerővel rendelkezünk,
És az is feladatunk, hogy spotoljunk, úgyhogy majd meglátjuk, hogy hogy jön majd ez össze. Reaktor pályán, hát és Tier 4-be kerültünk. Na most ez a tank, ez gyakorlatilag a Votos T-49, ami egy spotter, és alig van átütése, meg alig van bármije is. Hát itt ebben a játékban még ez a löveg is fontosnak mondható, tehát messzire is tudunk lövöldözni, meg nézzétek meg, Tier 4-be kerültünk. Hát ez nagyon-nagyon brutális, hát Tier 4-ben szerintem nincs olyan tank, akinek most nagyobb átütése lenne ebben a Tier 4-es csatában, mint nekem, jó talán a T-64-eknek. De ez a 316-os átütés hittel, meg az 500-as sebzés, ez nagyon-nagyon OP-vel teszi ezt a tankot. Hát az újra töltési idő, mert nem tudom miért 12,69-nek írja, ez 11,99 lesz. Hát ezen a pályán be fogunk menni ide a dombok közé. Most sikerült is veszítenünk egy kis HP-t egy ütközéssel, de se baj. Egyébként megvan az ebetűs kis nitró funkció, van 3 darab füstgránát, hogyha esetleg nagyon-nagyon szorultá válna a helyzet, akkor menekülni is tudunk, és el tudunk füstbe, és tudjuk burkolni magunkat, hogyha éppen arra van szükség. És igen, ehhez a kis dombhoz igyekeztem itt, ahol megpróbálom majd kinézni óvatosan. Fel vagyok spotolva sajnos. Valaki nálam is sokkal hamarabb ért ide. Majd az arti célba is vett, nagyszerű. Szerencsésen elhúzott mögöttem, hogy nyilván engem lő, mert valószínű, hogy én lettem elsőként felszpotolva. Igen, BMB 1-es, és megint jön az arti lövés. Ez benézte, nagyon-nagyon engem akar az arti. 2 is van ebben a csatában. Idegesítő, hogy nagyon-nagyon könnyen felszpotol engem most ez a BMD 1-es, hát a másik Sheridannel lehet, hogy ki kéne ittatnunk. Mert nem annyira jó ám ő, hogy ő itt nekünk, hogy minket spotolgat folyamatosan. Tényleg is jönnek a másik oldalról, megint még egy BMD 1-es érkezett. Hát egy 462-t sikerült is belehúznunk az egyikbe. Ajjajjajjajjaj, hát mik vannak itt? Hát már közben körbe is vettek minket a csapatom, meg nem nagyon akar ide középre orientálódni sajnos. Úgyhogy szerintem innen elhúzzuk a csíkot, mert ez a két Sheridan meg a Swingfire, ez kevés lesz ide. Vagy mégsem, mégsem. Hát hogyha a BMD 1-eseket ki tudnánk kapni a Sheridannel, akkor nem lenne akkora nagy gond. Fire kapott egy 524-et, kilőtte a rakétáit, és lövik mások is. Kis HP és BMD 1. És a nagy HP-sbe sikerült belelőnünk. Már sikerült egyelőre elmenekülnünk, hát hogyha rám esik ez a BMD 1-es, meg a Swingfire, és még bekaptunk egy rakétát sajnos. Ajjajjajjajjaj. Támogatja őket egy TD is a háttérből, az a legnagyobb baj egyébként. És egy HP, vagyis hogy egy lövésnyi HP maradt sajnos. Mert a TD hittele egy lövésezni is tud minket akár. Hát bejöttünk ide a darásfészekbe nagyon. Ezt nem kellett volna. Mindegy, a HP-nkat már is lesebeztük. És a pontos ágyunk, hát úgy mellé lőttünk, mint a húzat.
Hát igen, ezt kellett volna csinálni, sajnos nem jött össze. És mi lőtt ki? Ja, hát oké, AMX, bocsánat. Bocsássa meg a világ, hát nem baj, mi fogunk nyerni, úgy látszik, hogy a főerő az elment oda oldalra, hát annyi tank nem kellett volna oda. Nem biztos, hogy mondjuk, hogy mi fogunk nyerni. Hát három lövés sikerült bevinni, hát ennek a szemét AMX-nek meg beadta 450 HP-ról. Közepet így teljesen üresen, hogy meg fogják fordítani egyébként a meccset. És most veszik észre egyébként, hogy igazából nem is tudom, hogy mit killódtak ott annyi ideig, mert hát három tankot szedtek ki. És most pedig megy a nagy visszavonulás, elkezdtek foglalni, két T-64. Például ez az OF-40, ez semmiféleképpen nem egy közelharci tank, szóval ezzel nem ide kellett volna jönni. T-64-ekkel még oké, ez a részhez nekik valóban nincs is nagyon lövegsüllyedésük. Hát úgy néz ki, hogy még így is meg fogjuk nyerni. Nagyon-nagyon izgalmas, mind a két oldal foglal. Hát lehet jobban jártam volna, ha visszavonulok, de hát ez egy olyan mi lett volna, ha. Hát nem azt választottam sajnos. Aj, hát így nem menjél már ki. Csak sikerül azért befoglalni, befoglaljuk, mert nagyon OP csapatom van. Hát három tankkal vezettünk, és szerintem, hogyha nem foglalnánk be, akkor ki is kapnánk, szóval megkapjuk a dupla XP-t. Egyébként nem sokára meg lesz a PZ is, a következő. Hát ő egy elég érdekes jármű lesz, mert igazi, hát ezt most nem tudom, hogy revolver táras lesz, de táras, és nem ezzel a géppuskás löveggel, hanem egy rendes, nem tudom most hány milliméteres löveget kap, de érdekes lesz vele játszani, alig várom. Na lássuk, mit sikerült alkotni, mennyi XP-t kapunk. 2700. és 68.000 perces prémiummal és a dupla körrel kell érteni. Na hát guruljunk is akkor még egyet, vagy éppenséggel még egy párat, majd meglátjuk. Azért ezzel a tankkal nem nagyon nehéz elérni a 2000 sebzést sem. Hát én most elég béna voltam, úgyhogy azért nem lett meg, de bőven ne lehet sebezni a HP-nkat. Na,
Ritkaság egyébként, hogy Tier 5-be kerülünk, meg van egy Tier 6-os Typhoon is, meg rengetegen vannak szakaszban. Fasz a gyerek, hú, de sok magyar van, királyság. Be is köszönünk nekik. Láthattátok, hogy mennyire gyors gépelő is vagyok. Nos tehát, mostanában ide szoktam fölmenni, ugyanúgy az MBT-kre lövöldözni. Ezt fogjuk tenni most is. Driver crank it. Affirmative. Gunner, scan for target. Affirmative. Loader, ready up. Driver, move out. Loader, heat. Hát picit kevés az FPS-em. Néha csinálja a gépem, hogy egyik lapról a másikra, hát így itt 10 FPS-t így elhagy valahol. Na TD, na itt van előttem ez a BZ. Már csak jó lenne, ha nem így killódna előttem, hanem ideengedne engem is. Hát igen, innen szeretnék lőni, hát valószínű beálltam elé, de hát ilyen vagyok sajnos. Ugye 420 valamennyi a látótávunk, tehát ha ide jön bárki, akkor azokat elvileg meg kéne látnunk. De úgy tűnik, hogy nem jönnek MBT-k ide. Hát a T-72 az jöhetett volna, hát a két Leo az annyira nem. Identify. Hát igen, ez a T-72 mural, ez nem tudom, mit keresett igazából. Na hát ez a pozíció, ez most halt meg. Igazából jól csinálja az ellenfél, nincsenek nagyon igazi MVT-jeik, közelharci tankjaik, és nem is nem mentek be oda. Hát azért megpróbálunk itt vinni valamit. Veszélyes, veszélyes, amit csinálunk. Na, és eltaláltuk egyébként. Hát közben a csapatom teljesen átjött azon a részen, hát nyilvánvalóan nem is volt semmilyen ellenállás, nem nagyon köztek ellenállásba egyáltalán. Ez csak egy lánc. Na hát egy 5-16 csak bement azért, és láncolva is tartottuk. Haha, továbbra is láncolva tartjuk. Hát az uralnak jó lenne elintézni. Oké. T64, te hogy állsz ott? Leopárdba sikerült egyet belehúzni. Ó, igen, és nyilván föntről fedezik az érőket. Kilőtt meg, Typhoon fönt van teljesen. A Tier 6-os az ugye bár ott kempel fönn, tehát igazán hát TD, nem rúhatjuk föl neki.
Na, meg is van az első killünk. Hát vesztésre áll a csapatom elég rendesen. Tehát megpróbálunk még sebezni valamit, mondjuk a Leopardból belelőni egyet, vagy a T-72 uralba esetleg. Hoppáré, és ennyi volt. Na hát 2118 sebzés és fullra kikapott a csapatom. Na hát ez egy gyors meccs volt, hát látjátok 2000-et lehet benne sebezni. Sajna veszítettünk, de hát valószínű, hogy meg is lett egyébként a tier 5-ös. Hát és akkor megyünk még egy meccset, hát hogyha sikerül valami maradandót alkotni. Igazából ott ment el a meccs, hogy az aluljáró alól kijöttek. Na onnan az nagyon veszélyes pozíció, hogyha ott ilyen simán át tud menni a csapat, akkor általában föntről szétdarálják őket. Én onnan még vissza is szoktam fordulni néha, nem szoktam ott kimenni, mert nagyon veszélyes. A második helyen sikerült végezni. Na és akkor guruljunk még egy utolsót ezzel a Sheridannel. Kapunk is csatát gyorsan. Tier 4, ez az. Na, a neveket nézegettem, azért voltam ennyire csendben. Hát egy elég érdekes pályán vagyunk. Van nagyon-nagyon sok spotterünk, akik hogyha jönnének ide spotolni, az nagyon jó lenne, mert akkor én is mennék erre az oldalra. Ha nem jön erre spotterünk, legalább vagy három, akkor menni fogok befelé a városba, mert nem fogom itt megöletni magam. Meglátjuk. Hát így is van. Három spotter, jó a Swingfire-t ne vegyük bele. Hogy mi az? Van? Van. Ez igazából, hát jó az álcája, akár még spotolni is tud. Mert ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy várom a spottereket, mégis megint én vagyok a legelől. Na, 300-at spotoltunk. Nyilván, hát én vagyok az első tank, aki fel lett spotolva. Ajja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 jj
Hát egy kicsikét itt vagy túlságosan is bátrak voltunk, hát a rakétások mindenhonnan lőnek. Haha! A sniper lövés. Hát a LAV 300 jól csinálta, hogy bejött ennyire, mert gyakorlatilag spotol mindenkit, úgyhogy őt kéne innen kikapni minél gyorsabban. Az a baj, hogy kevés HP-n van. És vissza! Nem, nem!
Nem hiszem el, hogy megúszta. Hihetetlen. Hihetetlen. Hát a LAF 300 keresztbe húzta itt a számításaimat elég rendesen. Hogy tetszett, OF40-es. Sajnos nem lesz időm már még egy lövésre. Igazából lehet jobban jártam volna, ha innen próbálunk. Mester lövészkedni. T64-es, hát ez meg. De jobban nem fog beszűkülni, jól van. Hát elvileg alvázon beütnénk. Csak hát azért mégsem sniper lőleg ez. Na azért egy 5-54-es sikerült belerántanunk. Hát a hét egy picikét lassan repül. T64 tornyozik. Hát elhúzzuk a csíkot. Szégyen a futás, de legalább életben maradunk még egy picit. Hát a híd az veszélyes lesz. Hát igazából jó, hogy ott maradt ez az egy darab tankunk, mert ha lerohanják, akkor legalább spotol nekünk. Azért próbáljunk meg úgy beállni, hogy esetleg elmenekülni is tudjunk, hogyha arról van szó. Talán már egy picit túl messze is van. Hát várakozunk. Hát a Sheridan az kapott megint egy 500-ost. Hát az újra töltési időnk az nem valami jó. És már nem is kellett volna, de már rajta volt az egéren az ujjam. Próbálunk besegíteni, biztos, hogy okos húzás, ilyen kevés HP-n. Így is van felettünk spotolva sajnos. Jó, kikapták, T64. Elnyomtam az ebetűt is, hát ezt nem akartam egyébként. Csak javítani szerettem volna. Lehet megpróbálkozunk majd robbanóval is. Szép nagyot sikerült belehúzni.
Igazából két tankon most már nem érdekel, hogy fel vagyok spotolva. Há, ó, nem kellett volna robbanóra váltani, de most már mindegy. És már csak egy darab, BMP 1. Na és a végére sikerült egy 3000-es kört is mennünk. Hát nem volt ez annyira jó meccs, az elejét ezt nagyon-nagyon elszúrtuk. Igazából lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha picikét óvatosabbak vagyunk, de hát túléltük és 3000 fölé vittük a sebzésünket, ami azért már elég jónak mondható ezzel a tankkal is. Na, 3100 sebzés. Hát ezzel sikerült az élen végezni most, de hát ez tier 4-es csata volt, és hát elég OP tank. Ez az M551 Sheridan. Na hát ennyi lett volna a kis tankbemutatós random csatás videó. Én Szeri voltam. Ha tetszett a videóm, akkor iratkozzatok fel a csatornára, meg lájkoljátok. Na sziasztok, pápá, találkozunk nem sokára.